Köszönöm szépen, hogy ismét itt üdvözölhetünk a stúdióban. Én is örülök, hogy ismét itt lehetek. És akkor hát egyfelől megint eltelt egy hónap, mert utoljára ugye a májusi szokásokról és jeles napokról beszélgettünk, de hát nem múlik el hónap annélkül, hogy ne legyenek olyan jeles napok vagy népszokások, amelyekről mindenféleképpen beszélni kell. Hát itt van, most rögtön kezdjük azzal, mert erről szerintem mindenki tud, hogy medárd. Már lelőtted a poént, hogy 40 napon keresztül esik az eső, hogyha medárd napján esik. Na de azt nem lőttem le, hogyha medárd napján nem esik. Ha nem esik, akkor 40 napig szárazságot jósolnak. Tehát a 40 napos eső is azt jelenti, hogy nem egyfolytában egy végtébe. Uh-huh. Bukovinai székelyek úgy tartották, hogy medárd napján kezdődött az özönvíz. Igen. Tehát tulajdonképpen az az oka ennek az esős időszaknak. Ez megint csak egy olyan jeles nap, aminek semmi köze nincs magához, szegény medárd püspökhöz, csak valószínűleg olyan időszakra esik, amikor általában a megfigyelések szerint esős időszak kezdődik. De ez érdekes egyébként a néphagyományban, hogy inkább az eső után imánkodtak. Ugye főleg a gyerekversekben maradt meg, hogy es, holnap délig es, igen. De ugyancsak a gyerekversekben, vagy gyerekénekekben maradt meg a napsütésre van, az a süss fel nap, fényes nap. Tehát az lenne jó, hogyha egyenletesen lenne napsütés is, meg eső is. Na jó, de hát még a popzenében az, ott is megvan, add már uram az esőt. Meg a nyári napfény, szóval... Nagyon sok olyan hagyomány van, ami az eső várással és az eső varázslással is kapcsolatos. Hát ilyenkor nem szoktak esőt varázsolni, mert tudják, hogy jön. Egyébként most végre nem egy mozgó ünnepről beszélünk, mint ami májusban ugye ott. Vagy ott voltunk a pünkösnél is, meg ott voltunk a húsvétnál is. De érdekes módon mozgó vagy nem mozgó, a fagyos szentek idején, hogy egy pillanatra visszaugod, azért bejött, mert akkor hidegek voltak, meg hajnalban fagyott. Így van, így van. Tehát ebbe feltétlenül van valami, még ha úgy is érezzük, hogy eltolódott valahogy az időjárás, és nem olyan, mint amilyen a mi időnkben, ifjú korunkban volt, az ember szereti megszépíteni. Egyébként mindig el szoktad mondani, hogy nem csak, hogy az időjárás, meg időjós lónapok vannak, hanem ez mindenféleképpen a termésre és a gazdasági életre is vonatkozik. Hát a medárdnál is így van, mert nem mindegy, hogy 40 napig esik, vagy 40 napig szárazság. Hát a szőlőtermésre vonatkozóan nagyon rossz előjel, hogyha bőséges eső van, ugyanakkor ilyenkor szoktak bizonyos dolgokat még elültetni, tehát valamilyen kapcsolata mindenképpen van a mezőgazdasággal is. Én azt olvastam, hogy ha nem esik, tehát hogyha meleg napos idő van, akkor jó lesz a gyümölcstermés. A szőlőt említetted, hogy akkor savanyú esik. De azért hozom csak szóba, mert azt viszont életemben nem hallottam, hogy nem néztem utána, hogy ha esik, akkor jó lesz a gabonatermés. Ilyet is mondanak, de hát összejönnek ezek a szokások. De hát akkor már elég, hát nem sok vagy kevés idő, hát tulajdonképpen 29-én már megszakad a buzatöve, és akkor már az aratás kezdődik. Hát lehetséges, hogy ilyenkor még jó az eső ahhoz, hogy magasabbra nőjön a gabona. Na most akkor, ha tovább megyünk, akkor... Hirtelen Páduai Szent Antalnál akartam folytatni, de közben eszembe jutott, hogy 10-ét kéne inkább megemlíteni előbb. Igen, Margit napját. Szegény Margit arról nevezetes, hogy a kötényében hordja a legyeket, és úgy tartották, hogy ilyenkor kiereszti a kötényéből, és jó az ablakot, ajtót lehetőség szerint zárva tartani, mert ilyenkor rajzanak a legyek. Jé! Úgyhogy ezt majd megfigyeljük. De én azt is hallottam, hogy retkes Margitnak is hívják, mert hogy állítólag akkor kell szedni, vagy ültetni a retket? Akkor kell ültetni. Hát én nem tudom, ezt se értem egészen, mert én ilyenkor már egyre inkább pudvás szokott lenni inkább az a retek. Úgyhogy ezekkel nem vagyok igazán tisztában, hogy mikor, mit jó ültetni. Valószínűleg más fajták is voltak annak az idején. Az lehet, meg hát a káposzta, meg minden. Így van. Na most azért azt hiszem, hogy hát ezt te sokkal jobban tudod, hogy itt negyedik Béla lányáról van szó. Igen, igen, igen. Tehát azért elevenítsük föl, hogy jön ide meg a Margit sziget. Hát, hogy ott van a kolostora, és ott élt Margit tulajdonképpen, negyedik Béla leánya.
Tehát ez neki azért a legyekhez nem sok köze van, az biztos. Ez is érdekes, hogy egy-egy szentnek a nevéhez kötnek, szegény Medárd ugye az esőt hozza, Margit a legyet, és közben egyiknek sincs igazán köze ezekhez a dolgokhoz. Csak akkor megjelennek mindenféle a kalendáriumban, itt ott, ott azért jutott eszembe ez a retkes, mert az, hogy, hogy Szent Margit és negyedik Béla, ezt az iskolában remélem, hogy megtanítják, de mi marad meg az emberekben? Éppen tegnap, amikor szó volt róla, hogy ismét találkozunk ma, a retkes Margit, meg a legyes Margit, az megmarad, de hát ez nem mindig. Pedig hát mi megtesszük a magunkét. Hát jó lenne, hogyha ezeket úgy együtt ismernék meg a már egész kisgyerekkorban. Na most akkor, amit az előbb említettem, 13-a, hogyha jól emlékszem. Páduai Szent Antal. Ő a ferencesek terjesztették el a tiszteletét, és ugye elsősorban úgy ismerjük őt, mint a Szent Antal persejét, a szegények védelmezőjét, és nagyon sok olyan hagyományt szívott magába Páduai Szent Antal, ami a januári remete Szent Antalnak volt a reszortja, az állatok védelme, az állatokkal kapcsolatos állatok patrónusa volt remete Szent Antal, és ezt átruházták Páduai Szent Antalra is. De akkor hogy csúszott ennyire átra? Most ennek van valami köze ahhoz, hogy azt hiszem, hogy a római naptár, szóval még a Gergely naptár előtti időkben, június, azt tartották ugye, hogy Jupiter felesége Júno onnan kapta a nevét, meg még sok helyről, de hogy az akkor az év elején volt. Kétféle Szent Antal ez. Na azért tegyük tisztába. Ez kétféle tisztába. Szent Antal, a január 17-i a remete Szent Antal, ez pedig a Páduai Szent Antal. De a Páduai Szent Antal kedveltebb szenté vált, és ezáltal neki tulajdonították azt is, ami nem az övé volt. Ja, értem. Úgyhogy ilyen módon például mint gyógyító is föllép, tehát tulajdonképpen az is a remete Szent Antalnak lett volna a hivatása. A hivatása dolga, de én az elején itt, amikor említettem, hogy Szent Antal tüze, akkor én úgy tudom, hogy azért is gyújtottak tüzeket, hogy itt tényleg a betegségek ellen. A Szent Antal tűz az Orbánc tulajdonképpen, az Orbánc nevű betegség, és ráolvasással próbálták gyógyítani ezt az elég kellemetlen betegséget, és Páduai Szent Antallal hozták így módon kapcsolatba. És akkor ez azért van, mert hogy a tűz az mindenhol, szóval a hiedelem világban, a mitológiában, mindenhol valami. Most mindjárt ott vagyunk. A szónak ebben az értelmében tényleg ez valami varázslatos dolog, szóval a tűz. A tűz tényleg olyan alapelem, ami az ember létét meghatározza, és mindjárt ott vagyunk június 24-énél, ahol egyetemes szokás az új tüzeknek a gyújtása. Mert Szent Iván napja, nagyon érdekes egyébként, hogy a magyar hagyományban Szent Ivánról beszélünk, és ezt még bizánci hatásnak gondolja a kutatás, mert ugye ő keresztelő Szent János. Igen. Jézus előfutára. Ő volt az, aki Jézust megkeresztelte, és ő volt az Ószövetségnek az utolsó apostola, tehát ez a kettő, ő köti össze tulajdonképpen az Ószövetséget az Új Szövetséggel. És nagyon érdekes az, hogy az egész világon szokás ilyenkor új tüzek gyújtása, és még annak az átugrálása is egészségvarázsló, szerelemvarázsló célzattal. És érdekes az, hogy a magyar néphagyományban elsősorban a peremvidékeken maradt meg ez a hagyomány, tehát a magyar nyelvterület északi részén és a déli részén, de főleg az északi részén, Zoborvidékén, még tulajdonképpen a két háború között is élő szokás volt a Szent Iván napi tűzgyújtás, vagy csalóközben. Csalóközben, és általában négy szögűre rakták a tüzet. Csalóközben az volt a fontos, hogy a tüzet szűzleányok gyújtsák meg, és mindenféle faanyagot, májusfát is tettek bele, hogy még hatékonyabb legyen az a tűz, még varázslatosabb legyen, és közben énekeltek. Ugye szokták azt mondani, hogy hosszú, mint a Szent Iváni ének. Igen. Van, aki azt gondolja, hogy talán azért hosszú, mert tényleg sok-sok versszakot énekelnek, Kodály Zoltán
gyűjtötte össze a legszebbeket, és közben név szerint kiéneklik azokat, akik átugorják a tüzet. Tehát azok a párok, akik átugorják a tüzet, azoknak a nevét emlegetik, és ezzel tulajdonképpen őket is igyekeznek összevarázsolni. De Szent Ivánnapi tűznek ködöt, jégesőt, vihart elhárító erőt is tulajdonítottak, sőt, bizonyos gyógynövényeket pároltak a Szent Iváni tűz felett. Aha, vagy beledobálták. És, vagy almát dobáltak bele, az meg egy másik, vagy cseresznyét, akinek meghalt kisgyermeke, annak úgy gondolták, hogy így kapja meg a túlvilágon a gyümölcsöt, amit neki szán az édesanyja. Egyébként pedig mondom, mindenféle növényeket pároltak a tűz felett, például bodzát, és azt betették az ágyba a bolhák ellen. Hát aki akarja, kipróbálhatja, hogy valóban alkalmas-e a Szent Iváni tűz felett párolt bodza az ágyban ellen. A bolhák ellen. Egyébként azért kíváncsi lennék, hogy választották ki a szűzlányokat, de ez egy másik műsornak a témája. Hát annak idején ez könnyebben ment, mert egy 18 éves már vénlánynak számított, tehát nagyon korán mentek férhez, úgyhogy nem is volt idejük arra, hogy esetleg elveszítsék a szüzességüket. Na most elmondtad, hogy keresztelő Szent János és Szent Iván, ez én legalábbis úgy tudom, hogy arra jutott eszembe, hogy mondtad a peremvidékeket, hogy valami szláv vagy délszláv hatásnak tulajdonítható, hogy a Jánosból Iván lett. Hát azt mondják, hogy még a bizánci egyház. Igen, tehát ez még valamikor a honfoglalás utáni időszakban eredeztethető, tehát a korai kereszténységből eredeztethető a neve. Ugyanakkor például a csiki székelyeknél szokás a keresztelő Szent János nap mennek a kislányok énekelve, és mint az úrnapi sátrat, olyan sátrakat készítenek az utcákon, és vagy a házak előtt, és ezek a fehér ruhába öltözött gyerekek keresik fel. Tehát vannak egyházi szokások, vagy egyházias jellegű népi vallásos szokások is Szent Iván naphoz kapcsolódóan. Meg ahogy mondtad is, hogy megvédenek ezek a tüzek, az egészségvédő hatása is van, meg a jószágoknak a termékenységét is befolyásolhatják, de most itt eszembe, hogy állítólag a svédeknél, az északi országokban ezt nagyon-nagyon szeretik. Mindenütt a világon él ez a szokás, és néhány évvel ezelőtt nagy meglepetésemre itthon is elkezdtek hívogatni kolléganőmmel, barátnőmmel együtt is bennünket ilyen Szent Ivánnapi tűzugrásra, mert valahogy az emberek felújítanak olyan hagyományokat is, amik újra kedvessé válnak. Jó buli, mert nyilván nem azért, hogy a ködöt vagy a jégesőt elűzzék, és esetleg titkon azért szerelmi varázslásra is akarják használni, és sose lehet tudni. Pláne, mikor kiéneklik őket, hogy fiú és a lány, és aztán abban még házasság is lehet. Na most említetted már az előbb, hogy 29-e Péter Pál. Hát az tényleg köztudomású, hogy az aratás kezdete, így szokták mondani. Kicsit ez is mozgó, mert függ az időjárástól, már nem a dátum, hanem én emlékszem, hogy tavaly nem akkor kezdődött éppen, hát attól függ, hogy milyen a nyár, de hát tulajdonképpen a Péter Pál nap, most akkor az aratás és Péter Pál apostol, vagy Péter és Pál, akkor ez hogy függ össze? Hát itt is megint csak az időpontról van szó, mert július 2-a, most már átugrottam egy picit júliusra is, Sarlós Boldogasszony napja szintén aratás kezdő időpontja volt. Tehát nyilván ennek az időszaknak a környékén minden esetre ezeken a napokon, mert itt ezt a kettőt együtt kell említenem, június 29-ét és július 2-át, a hívő emberek a templomba mentek, katolikusok elvitték az aratószerszámokat, megáldatták a pappal, utána kimentek a búzaföldre, egy kevés gabonát vágtak, tehát a szertartásos megkezdése fűződik ezekhez a napokhoz, mert azt jól tudjuk, hogy régen az ünnepnapok azok dologtiltó napok voltak. Igen, tehát igen. Olyankor valójában dolgozni nem lehetett, legfeljebb csak egy ilyen szertartásos munkavégzés jöhetett szóba, vagy jöhetett számításba. De én azért is hoztam ezt szóba, mert mondtad, hogy időjárás, stb. De most Péter és Pál, tulajdonképpen az, hogy az ő vértanúságuknak a napja éppen az aratás kezdete,
Itt elsősorban Péter apostolra gondolnak, mm-hmm. vagy az ő ünnepe, és ilyenkor a halászok számára is ez egy jeles ünnep. Tehát nem csak a gabona aratása, hanem a halászok számára is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy régen az embereknek nem volt órája, nem volt naptára, de bizonyos jeles napokhoz lehetett kötni. Na, de még a nap dolgokat. Minden szakában mégis tudták, hogy mit kell csinálni, meg idézőjelben mondva hány óra van. Sokkal jobban be tudták osztani az idejüket, mint mi, akiknek a számára mindenfajta lehetőség megvan arra, hogy figyelmeztesse az időre az ember. Na most végezetül én nem akarom elviccelni a dolgot, de olvastam, és ezt meg is néztem, hogy a Csízió szerint, mármint júniusban, nem ajánlott ebben a hónapban sózott és füstölt húst enni, helyette inkább salátát jó fogyasztani, forralt tejet inni, és vacsora után almát. Hát tulajdonképpen ez egy nagyon jó recept. És nagyon egészséges is. Hát és nyilván arról van szó, hogy erre az időszakra már a sózott, meg füstölt áruk, hát talán vesztettek valamit minőségükből, hogy értékükből, minőségükből, úgyhogy jobb ilyenkor már a frisset fogyasztani, és egészségesebb is. Jó, Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad mindannyiunk épülésére, és akkor ígérhetem nevedben is, hogy a júliusról, ha már a másodikáig előre ugrottunk, akkor ismét fogunk találkozni és beszélgetni. Nagyon köszönöm én is. Köszönöm szépen.